megfordítjuk. És akkor Milán ide jön. Szépen, ahogy mutatta, egyik kezével megfogja az árvácskát, a másikkal betemeti. Várjatok egy kicsit, figyeljük Milán. Ügyes vagy, jól van. Nyom be egy kicsit. Jó, Milán? Miért? Kilóga gyökeret, alig ástával, amit picit ér. Muszáj még jobban lenyomni. Legalább akkor a tortinást, mint a cseré. Jó? Megvan a cserepecs? Nem tudom, lehet, hogy ez már észettem ki a csomót. És ha ez úgy beszél, hogy egy színbe lesz ezzel a részben, hogy nem ezzel, hanem ezzel, akkor jó. Hú, Balázska lehet a segítségre. Ott sokkal nagyobb gondot csinálják. Hogy vagy így arra? Nem is tudtam, hogy tényleg. Oliva Mariam, ki fog tudni? Tudnak beszélni. Ennek a találkozom. Oliva Mariam, megérjük lányom. Ide guggoltam a lányokhoz, és arra kérem őket, hogy mondjanak valamit, hogy mi történik itt most a iskola előtt. Ma van a Föld és az Egészség napja. Ezért kijöttünk a kertbe, és előtettünk néhány virágot, és el is neveztük Na, őket. Na, milyen neveket adtunk? Hát inkább a szülőhez. Na, igen. Árfonyának hívják. Ő az árfonya. Igen. Bíborka. Igen. Hajnalka. Igen. Meg még ott is van. Jó. Citromsárga is egy fehér. Jó, hát. A citromsárgát úgy hívják, hogy napsugár, a fehéret meg hófélek. Jól van, lányok, köszönjük szépen. Ki az asztalon. Oké. A másik része, itt van benne rengeteg írólap. Az a feladat, hogy három különböző fajta fának a kéreg mintáját kell elkészíteni. De én megmondtam, hogy melyik három fa, de becsapós, mondjátok meg, hogy kiragasztottuk minden fán, lóg egy papír, hogy az melyik. Jó? Nekünk csak a gesztenye, a hárs és a mogyorófáról kell. Tehát ezt úgy kellene megoldani, hogy három gyereket kiválasztotok, kapnak egy-egy lapot, adtok nekik az alsós osztályok számára egy akadályversenyhez az állomásokat rendezzük be most. És milyen jellegű lesz? Természetismereti, környezettudatos kérdésekkel lesznek a gyerekek számára, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatok, illetve egy akadálypálya, amin végig kell menni a csapattagoknak. Köszönöm. Hogyha jól kirakták a pályát, azért adtok egy pontot, ha megvan a három fának, jó, a három fának megtalálták a fát és a mintáját elhozták, azért is adtok egy-egy pontot. Jó? Tehát mindenért mindig egy pontot adunk. És akkor mi ugye tudjuk, hogy melyik fa melyik. Igen, például a gesztenyefa, szivarfa, hársfa, ők az állomás vezetők, igen, lesznek, igen, 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 a játék. Igen. Igen. Ide visszateszünk mindent, az a lényeg, hogy ezt kirakják. A kicsik egészségnapi programja, itt az udvaron zajlik. A nagyok patakparti akadályversenyéről, játékáról jöttem ide fel az iskola udvarra. A Miföldes pályán sportakadály pálya, és az udvar egyéb részein pedig környezetvédelmi, egészség, nevelési ismeretekből játékot szerveznek a kollégák. Elsősorban is a vaktérképen meg kell mutatni, hogy melyik országot látjuk, másodszorban pedig a Dunát, a Tiszát és a Balatont kell bejelölni rajta, kék ceruzával. Mi a feladat? Itt ennél az egyiknél a kisebb latán ilyen vides szólásokat, meg közmondásokat kell gyűjteni. Itt segítenek, hogy például oda van írva, hogy B2, és akkor ott van, meg lehet így keresni az oldalon, ott van B, és akkor kettő föl. Ennél a feladatnál vizes szavakat kell kitalálni. Igen. Összetett szavakat kell. Vizes összetett szavakat kell kitalálni. Értem. Itt meg még kell... Le kell írni. Magát kitalálni. Ahányat jönnek, annyi pont. Hát ez az egyes állomás, és itt ilyen állatfelismerést kell csinálni. Fel kell ismerni az állatok csontvázát. Itt az ötöt.
és itt is fel kell ismerni az állatok csontvázát. Alá kell érni, hogy milyen állat. Igen, alá kell érni. Itt minél több állatnevet meg kell találni, és 8 betű marad, abban a 8 betűből is ki kell rakni egy állatnevet, és ide kell írni. Igen. Oké. Az egyik feladat az volt, hogy a földről egy puzzle-t kellett kirakniuk. És mi eddig a minden csapat, ami nálunk volt, kiválóan teljesített. A másik feladat az volt, hogy minden gyerek, három gyerek és még egy pár, adunk neki egy lapot, oda megadtunk nekik három fát, oda mentek, és oda tettük a lapot, és akkor kiszínezték a kérgét, ez lesz a kéreg minta. Értem. Köszönöm. A műfüves akadálypálya, vizes pohárral a kézben. Minél ügyesebben gondolom, és minél gyorsabban kéne végigmenni a pályán. A segítők rendezik át, és igazítják a pályát. Ez a legnehezebb talán. Van kalibrálva a pohár, és mennyi víz marad benne. Jöttem a, nem tudom, a hányik állomásnál vagyok? A negyedik. Mi az állomás szám? Negyedik? Igen. Negyedik állomásnál vagyunk, és egy nagyon nehéz találás kérdést kellene megfejteni. Igen, halljuk. Lenn is van, kinn is van, benn is van. Néma is, zenél is, lágy is, kemény is, fehér is, szürke is, lomha is, fürge is. Úristen. Nem tudom. Nem. Nem. Csapadék? Valamilyen csapadék? Igen. Segítség. Csapadék. Jégeső. Nem bocsak. Találgassatok, mondjátok. Ne adjátok fel könnyen. Víz volt. Szerintem kitaláltuk. Zenén. Szerintem gondoltok. Úgy gondolják, hogy a víz. Hát láttam az arcát. Szerintem víz. Csak kitaláltuk. Szerintem. Na, az állomás vezető beírja. Háromból. Mire? Jó. Nektek mindegyik meg. Na jó. Sikerült. Sikerült. Hát ez remek. Akkor ez maximális pontszer. Nem, én vagy is kell. Mocsárjárás. Készítettünk az alsó tagozat számára a földnapjára. 6 állomásból állt az első másodikosoknak, 6 állomásból a harmadik negyedikeseknek. Ezt megelőzően egy filmet vetítettünk, filmet néztünk, megnéztük a föld dalát, és barkácsfoglalkozást készítettünk még, két különböző pályát lehetett választani.